Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. Megjött az e-heti adagunk, fogyasszátok felelősséggel. Hivatalosan is bejelentették az új Call of Duty-t, ami az Advanced Warfare nevet fogja viselni, és már színészek is lesznek benne. Reméltük, hogy nem felejtik el az Unreal Tournament sorozatot, érkezik is az új rész, ráadásul teljesen ingyen. Érkezik az új Watch Dogs, nem olyan grafikával, amivel beharangozták, de futtatható lesz mindenkinek. Dota 2 Internationals, az özdíjazás már most a tavalyi duplája, és még nincs itt a vége. First Person Shooter, újra gondolva Oculus Rift-tel. Ősszel érkezik az új Call of Duty, ami az Advanced Warfare nevet viseli. Ez lesz az első a sorozatban, amely a 3 éves fejlesztési ciklus terméke, és a Sledgehammer Games fogja fejleszteni. Végre volt idejük a fejlesztőknek dolgozni a játékon, egy teljesen új grafikai motort készítettek, ténylegesen a következő generációra készítik, ráadásul jól fog kinézni, nagyon csili-vili, meg is kell venni, azért kicsit már ismerős ez a marketing, de ez a rész tényleg jó lesz. And that's where I come in. Röviden a történetről. A közeljövőben fog játszódni, amikor már a világot magáncégek uralják, sőt még hadseregük is van. Az egyik cég meg fogja támadni Amerikát. Erről szól a sztori. Különben ennek a cégnek a vezérigazgatóját Kevin Spacey fogja alakítani, így már színészeket is importálnak a játékokhoz. Már a Red Alertben is tökéletes volt a színészi átvezetés. Igenis, ezek a lányok komoly színészi munkát végeztek. Vagy nem, de attól még jó volt. Mivel a jövőben játszódik, itt már van pénz exoskeletorra, így egy katona egy félvárost is le tud rombolni egyes egyedül. Mi lenne, ha az exoskeleton meghagynák a Crysisnak és a Halo-nak. Javaslat a fejlesztőknek, csináljátok meg a COD 2-t csak jobb grafikával. Komolyan megvenném. Második világháború, abban még van potenciál. Dota 2 International, a playerek újra segíthetnek összegyűjteni az özdíjazást, hiszen minden eladott Compendium után $2.5 megy a kalapba. A Compendiumban mérföldkövek vannak, ha elérünk egy bizonyos összeget, újabb ajándékot kap az, aki megvásárolta. 6 millió dollárig volt beskálázva az ajándékozás, de ezt 2 hét alatt elértük. A Valve persze erre nem számított, gyorsan kitolta 10 millióig az összeget, viszont ezt már egy picit kapkodva ez érződik is. De még 2 hónap van a versenyig, vajon mennyi fog összejönni? Nem felejtették el a régió címeket, hiszen érkezik az új Unreal Tournament. Képzeljétek el, a garázsfejlesztőkbe és az indie fejlesztőkbe egyre nagyobb a potenciál, egyre többen vannak, egyre jobban fejlesztenek, szívük, lelkük benne van. Viszont kéne nekik egy jó motor és kevés pénzük van. Mi lenne, ha prémium grafikai motoron dolgozhatnának? Most már ez is elérhető, hiszen jelentéktelen áron tudják licenszelni az Unreal vagy a CryEngine legújabb motorjait. A grafikai motor is egy termék, amit el kell tudni adni. Emiatt az új Unreal Tournament teljesen ingyenesen fog megjelenni, mindenki számára elérhető legyen. Olyan lesz, mint egy reklám. Megszokhattuk, hogyha valaki ingyenes játékot említ, abban bizony pénzt kell ölni, ha rendesen akarunk vele játszani. De itt még lehetőségünk se lesz rá, ez tényleg csak arra való, hogy mindenki megtudja, hogy mire képes ez a motor. A Google mindent felvásárol, lát potenciált, így vette meg a YouTube-ot is. Most a Twitch egyre népszerűbb és egyre nagyobb, és ugyanúgy videókkal foglalkozik, később akár konkurencia is lehet, így a felvásárlás teljesen észszerű. Reméljük, hogy a Google különálló szolgáltatásként fogja meghagyni, és nem fogja belolvasztani a YouTube-ba. Azt meg teljesen el tudjuk viselni, hogy a Google fiókunkkal egyszerre Twitch-eltünk is. Emlékszem, amikor először bemutatták a Watch Dogs-ot az E3-on, az Nvidia külön köszönetet kapott azért, hogy egy olyan gépet tudott építeni, amin egyáltalán játszható volt a Watch Dogs. Olyan durva volt a grafikája. Az új generációs konzoloknál legjobban annak örültünk, hogy végre Full HD-ban és 60 FPS-sel tudunk játszani. De úgy néz ki, a Watch Dogs esetében ez meghiúsul. Ahhoz, hogy a konzolokon is futtatható legyen, egyszerűen vissza kellett venni a grafikából. Persze a fejlesztők ezt próbálták szépíteni, hogy a nagyon szép grafika helyett a dinamizmus választottuk, de a tények magukért beszélnek. Ahhoz, hogy értsétek, hogy mennyire lett lebutítva a grafikai szint, PC-n egy középkategóriás videókártya lazán elviszi az ultra szintet. Az Oculus Riftben egyre többen látnak fantáziát. Képzeld el, hogy teljes szimulátorgépben élvezheted a Counter-Strike élményeit. Ezt még lehet, hogy talán megveszed otthonra. De az biztos, hogy egy hatalmas hidraulikus madár szimulátorra én otthon nem fogok repkedni. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, dobjatok egy kommentet, vagy keresetek minket a Facebookon. Mostanában elég sokat játszunk a Rust-tal, ha kíváncsi vagy ennek az eredményére, nézd meg az egyik Rust videónkat. Ha viszont lemaradtál volna a hírek terén, nézd meg az előző heti adagunkat. Különben a pólómon ez volt. Sziasztok!